Mi folyamatosan ápoljuk, gyomtalanítjuk a kertünket, a szomszédunk pedig nem foglalkozik vele. A természet pedig teszi a dolgát, hamarosan óriási gyomnövények lepik el a területét, és azok a gazok át fognak jönni a mi kertünkbe is, veszélyeztetve ezzel a haszon növényeinket, vagy éppen a gyepünket. Erről beszélgetünk a mai műsorban dr. Viszkereti Vivien ügyvéddel. Mit lehet tenni ebben az esetben? Első lépésként természetesen érdemes beszélni a szomszéddal, azonban van, hogy egyszerűen nem is érdekli a szomszédot a mi problémánk, illetve az is lehet, hogy egy elhagyott területről van szó, amelynek a tulajdonosai nem is ott élnek, így nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Van-e valamilyen törvény ezzel kapcsolatosan? Központi, az egész országra vonatkozó jogszabály csak az emberek biztonságát vagy egészségét veszélyeztető gyomnövényekre, például a parlagfűre vagy fászáru növényekre van. Ezekkel kapcsolatban lehetősége van a helyi jegyzőnek, illetve a szakembereken keresztül a polgármesteri hivatalnak az intézkedésre, a figyelmeztetéstől a kényszerkaszálásig. Egyéb növényekről nincs központi szabályozás, viszont a települések megalkothatnak egyéni rendeleteket. És mit tudunk tenni, ha nincs erre vonatkozó rendelet a településen? Ha nincs erre vonatkozó szabályozás a településen, akkor lehetőség van birtokvédelem kérésére. Ugyanis a tulajdonosi jogoknak is van egy korlátja, ami a szomszédjog. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, melyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amelyel jogaik gyakorlását veszélyeztetni. A tulajdonosnak ezt a kötelezettségét, hogy tartózkodjék más, különösen szomszédai szükség megzavarásától, más joggyakorlásának megsértésétől vagy veszélyeztetésétől szomszédjognak nevezzük. A szomszédjogi szabályok megsértése esetén birtokvédelmi eljárást is indíthatunk, ahol a zavaró szomszédot kártérítése is kötelezhetik. Mi ennek a birtokvédelmi eljárásnak a lényege? A birtokvédelmi eljárást a területileg illetékes jegyzőnél, vagy a bíróság előtt lehet megindítani. Célszerű a jegyzőnél kezdeni, ez gyorsabb és hatékonyabb eljárás, bonyolult ügyekben kell a bírósághoz fordulni. A birtokvédelmi eljárás megindítása egy forma nyomtatvány kitöltésével és az illeték befizetésével történik meg. A forma nyomtatvány a polgármesteri hivatalok honlapjáról letölthető, de személyesen is lehet kérni ilyen papírt, ahol meg kell adni a felek adatait, illetve az, hogy mivel valósult meg a birtoksértés, és hogyha vannak ezzel kapcsolatosan bizonyíték, akkor ezeket is csatolni kell. A jegyző eljárási határideje 15 nap, az eljárás lehetősége van a jegyzőnek szemlére, személyes meghallgatásra, akár tanú meghallgatásra is. A számla mellett gyakori a személyes meghallgatás is, ahol a jegyző együttesen idézi a feleket, és igyekszik megismerni a felek álláspontját. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, majd a jegyző az ügyben meghozza a határozatot. A jegyzői határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, tehát azonnal végrehajtható, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a bíróságon meg lehet támadni. A jegyző előtt az eljárás csak a birtoksértést követő egy éven belül indíthatjuk meg, egy év elteltével már közvetlenül a bírósághoz kell fordulni. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Szívesen!